És hát most pedig szeretném felkonferálni nektek az egyik nagyszerű tánc formációt. Azt mondják, írtek le nyugodtan, igen, náldogáltok, majd a táncosok fognak áldogálni, meg lépegetni, meg táncolni is. Azt mondják, hogy az első lépés az mindig a legnehezebb, és gondolom, hogy zenészek vannak itt. Zenészeknek meg az első ütemek a legnehezebbek. Na most itt ennél a tánc csapatnál az ütem és a zene az összefor, de remélhetőleg őnek itt sem az ütemből, sem a lépésekből már nem az első vannak soron. Úgyhogy nagy szeretettel fogadjátok most a Third Beat nevű táncformációt. Hallottátok, hogy a First Beat-nek az a lényege, hogy
próbálják átadni, és ugye ez a mottunk, hogy keresztény körökbe ismeritek az első szeretet tüzét. És ehhez kapcsolódik a mi elnevezésünk, a first beat, az első érintés, az első lüktetéshez. És ugye táncban látok, érkeztünk egy üzenetet átadni, hogy van egy fiatal, aki próbál keresni a helyét, próbál másokhoz illeszkedni, keresi a helyét, de nem találja. És ez egy idő után egy zavarodtságot okoz benne. De a fiú, akkor kiáll, Istenhez kiáll, Istenben találja meg önmagát. Ez lenne az üzenetük számára, hogy Istenben találjátok meg önmagatokat. Ne a világnak a sodrás alapján. A világnak nagyon erőteljes sodrásai vannak. Lent, fönt, elől, hátul. De Isten jól a legelőteljesebb kijelentése arra, hogy te ki vagy. És az, hogyha te megtalálod Isten vagy, te ki vagy, ez hatással lesz rá, rá, rá és rá. És miután ők is azaz megkapják azt az első érintést, amit te megkaptál, elindul egy épülés, elindul a testnek az épülés, az építése. És tudunk egyszerre együtt mozdulni. Lényegtelen, hogy kicsi vagy, nagy vagy, lány vagy, fiú, színes vagy, tarka. Tudunk együtt mozdulni, és tudunk egyszerre lépni, tudunk egy beatben lenni. Röviden, törömmel, amivel, igen, szóval röviden, többen egyszerre